A bajnokság 24. fordulójában a dobogért hajtó Újpest csapata látogatott a kiesés elől menekülő haladáshoz. A papírformának megfelelően a fővárosiak kezdtek jobban, a 17. percben Novotny fejesével szerezték meg a vezetést. A 38. percben pedig már két gólos előnyben voltak, ugyanis királykapus tehetetlennek bizonyult Novotny közeli lövésével szemben. A 62. percben viszont teljesen váratlanul szépítettek a hazaiak, a csereként beálló Funsó 11 méterről emelt a hálóba. Nem sokkal később pedig már 2-2 volt az állás, ugyanis a szintén csereként pályára lépő német Mário vette be a vendégek kapuját. A szombathelyek feltámadását Funsó tette teljessé, aki a 67. percben duplázott, és ezzel beállította a 3-2-es végeredményt. A második félidőben úgy éreztük, hogy megvan ez a mérkőzés, és már nem küzdöttünk. Addig, amíg odafigyeltünk a találkozóra, nem volt probléma, majd alább hagyott a küzdés és a játék lendülete is. Az első bekapott gól mindent megváltoztatott a pályán, elveszítettük az önbizalmunkat, és ha csak a második játék részt veszünk figyelembe, akkor semmit sem érdemeltünk ezen a meccsen. A mérkőzés kulcsfigurája egyértelműen Funsó Bánkubolya volt, aki csupán a 60. percben küldött pályára Horváth Ferenc vezetőedző. A 19 esztendős nigériai csatár két góljával óriási szerepet vállalt csapata bravúros győzelmében. Az ő játékában ez mindig benne van, és ugyanúgy benne van az is, hogy két 100%-os helyzetet kihagy, tehát valószínűleg akkor amiatt van, hogyha egy kicsit higgadtabb lesz a kapu előtt, akkor mondom sorozatba fognak jönni az ilyen meccsei. A haladás sorozatban aratott két győzelme ellenére is maradt a tabella utolsó helyén. Legközelebb szombaton 17 órakor lépnek pályára bajnoki mérkőzésen, mégpedig az Éllovas Ferencváros otthonában. A második gólját szerzi a meccsen, csereként beállva.